tegnap este történt, az azonban példátlan. Nem megengedett. Az előző adásban láthatták, hogy Beát kizártuk a játékból. Tilos bármiféle fizikai agresszió, amennyiben bárki pofoszkodik, verekedést kezdeményez, az azonnali kizárással jár. Ennek értelmében Beusnak azonnal el kell hagyni az Édenhotelt. Takarodj! Édenből. Marian bosszú hadjáratot folytat Snezi és Bence ellen. Az is előfordulhat, hogy addig mesterkedik, még kirakja egykori párját a hotelból. Ma kiderül, miben dönthetnek Gyulával. Ha jól keverik a lapokat, több játékos létét befolyásolhatják. Megint borul az előre eltervezett matek. Újra tervezés indul! A mai adásban Gyulának és Mariannának egy rendkívül komoly döntést kell meghoznia. Ti vagytok azok a személyek, akik dönthettek arról, hogy a holnapi párválasztón melyik páros ne alkosson már egy párt. Felfoghatjátok bántásnak is, felfoghatjátok egy lehetőségnek is, kinek egy döntést kellett hozni közösen, és így döntöttünk. Hogy Ádámot akarom kiejteni minden áron. Te? Igen. Hogy én most azon dolgozok, hogy ő itt a leggyengébb, és ez azért jó, mert elkezdenek majd menni Ádámra, hogy segítsenek neki, és ha Snezi megmarad, mondjuk Bence kiesik, és Snezi megmarad, akkor egy ugyanolyan kavaró formában fog feltűnni, hogy ezt mondta Ádámnak, meg azt mondta, ti pedig Ádámban erősítitek azt, hogy nem tudtok róla mondjuk semmit. Hogy nem biztos, hogy őt akarom kiejteni, hogy nagyon rafkósan gondolkodom. Jó. Ennyit értsen meg. Jó. És azt érd el, hogy odaálljon, ahová megbeszéltek. Oké. Okay. Jó. Jó. Ő még egyelőre ne tudjon rólam semmit. Én itt nem is beszélgetek vele. Jó. Azt érzi, hogy ellentét itt van. Jó. Jó. Ez jó. De ez nincs meg. Persze. Jó. És erre rájöttem én is, hogy játék szempontjából jobb, ha ő marad. És már nem érdekel a másik oldal, de az teljesen biztos, hogy ma engem faggatni, meggyőzni fognak. Akarnak, próbálkoznak. Stuti. És nekem ez most a ötletem, hogy erősítsük ezt a vonalat, nem fogom könnyen kimondani. Kicsit megcsúrom, csavarom. Elkezdek arról beszélni egy kicsit majd, hogy van egy ötletem, van egy lehetséges terv. Jó. És szerintem ez Snezit fogja érdekelni. Snezit fogja érdekelni a leginkább. Jó. És ő fog. És még emellett megfejlem azzal, hogy Lokiban sem bízom. Úgy érzem, hogy át akar verni. Nagyon ki akar dobni. Jó. Jó? Jó. Ez jó. Hogy barátoknak, vagy barátnak gondolom, de de nagyon gyanús nekem, hogy ki akar ejteni innen. És valamit úgy manipulálnak, hogy ti régi emberekben maradjatok. Tehát lehet, hogy bukok most, és kitesztek, de ha nem, akkor jók vagyunk együtt. Bencét szeretnénk kiejteni. Nekem ő egy szimpatikus játékos, de a továbbjutásom érdekében, illetve majd a későbbi játék miatt neki most távoznia kell.
őket választanak. A Ádám is köztem kimenet döntöm el. Ez a baj, hogy nem csak én vagyok. Most is kell néznem, hogy kinek milyen jó. Én szívem szerint téged választanak. Ez a baj játék szempontból. Meg nekik lehet, hogy jobban tudnám, mert gyengébb. Nem érzem egyáltalán gyengébb. És ezt most nem azért mondom, mert új az a teremtelen. Túl gondolod. Bár most nagyon nem tudom. Az a baj, hogy túl gondolod. Ha itt lettél volna megismernéd. Próbáltam vele barátkozni, de nincs értelme olyan embert bántanom, aki figyelj, Bence, én nagyon jól elvagyok. Tudom. És ezt mondtam is neked. Én is mondtam neki. Tudja úgy. És őt nagyon kedvelem, mint embert, és nagyon kell ide. Nem tudom, hogy ezt a tisztársalat. Zsi. De tényleg ezt tisztársalat az elvés, hogy ezt így korábban vannak. És mi a? Most az, hogy elhatároltunk, hogy ma játszároz neki. De nem bízik benned. Marianna nem bízik. Igen, az biztos, hogy nem. Nagyon gyanús, és nagyon gyanús mondom. Marianna lesz itt. Ők egyértelmű, hogy ezt állnak. Ők egyértelmű, hogy ezt állnak. Tanácsokat. Tegnapira, igen, nagy értelmű. Nem biztos, hogy jó lenne ez nekem. Én, amint látod, nem vagyok ellened, és tényleg nem osztom meg senkivel. Egyedül a Bencével beszélek a mindent. Te biztos, hogy nem engem választod. Ha beállnék meg őket. A Bencéhez biztos, hogy nem. A Bencéhez. Ezt azért köszönöm. Ez egyértelmű. Gyulát erős játékosnak tartom, mert értelmes, szimpatikus, nem a többiek mellett áll, hanem inkább mellénk állna. Milyen bodrál utál? Mindenki itt van? Mindenki itt van, úgy néz ki. Aki számít? Aki él, aki mozog! Mehet? Na. Kedves vendégek! Marianna és Gyula sikeresen teljesítették küldetésüket, ezért elmehetnek egy felejthetetlen randira. Készüljetek, hamarosan indultok! Jó szórakozást! Juhuuu! Csak bele! De jó neki! Majd hozunk el. Aztán semmi dolgozás. Hozunk kavicsot. Hozzatok már csokit. Hozzatok egy döntést. Én azt kell volna hozzatok. Tényleg hozzunk egy döntést. Hozzatok egy döntést. Hozzatok egy döntést, hozzátok vissza. Az lesz. Hallod? Mire visszaérnek, addig nem tudjuk, hogy mire fognak dönteni. Igen. Ja. Na, ez kész. És akkor visszaérnek, és akkor az lesz, hogy álljátok ki a többiek elé, és mondjátok el, miről gondol, mit döntöttek. Vagy meg azt fogjuk, hogy csak megtudjuk, hogy miről, és azt hiszem, olyan tudjuk majd meg, hogy mi a döntés. Marianna gondolom most nem szívja engem, sem a Snezsit, viszont abban bízok, hogy a Gyula, amivel közösen kell meghozni a döntést nekik, a Gyula minket kedvel és szívlel, és ha igaz, amit mond, akkor elég én vagyok a legszimpatikusabb fiú, és bennem bízik itt egyedül, illetve azt gondolom, hogy a Snezsivel sincsen rossz viszonyban, akkor gondolom, hogy nem hagyná, hogy ez a döntés megszülethessen. Úgyhogy bízom a legjobbakban, hogyha még ez is a tétje a dolognak, akkor nem mi vagyunk veszélyben. Amikor Gyulával kimentünk randevúzni, akkor gondoltam, hogy valami fog történni, ami meghatározza majd a hetet. Hát Tomika, eddig minden úgy alakul, ahogy gondoltuk, elvitték őket, honnan beszélik. De Popescu, hogyha nem kapnak, nem lesz ilyesmi. Akkor mit csinálunk? Akkor az Ádámnak kell mennie. Hát ja, akkor nem tudunk mit csinálni. És akkor az Ádám megy. Hát miért ki a menjen? Hát ennyi. Védettség nélkül nem lehet robbantani. Hát igen. Viszont ezt a Marianna mondta, azt hiszem, hogy ha bejön egy új lány, akkor minden lány rárepül, és nem hagyják érvényesülni, és nem van át. Nagyon okos.
Hát máshogy nem lehet. Mert ha azt akarjuk, hogy elmenjen innen, akkor ez az egyetlen út. Ja. Nagyon át kell gondolnunk azt, hogy ez egy jó döntés lesz-e, hogyha azt Snezsanát ki akarjuk tenni a játékból, vagy sem. Hihetetlenül gyönyörű. Igen. Azt a mindeni. Rálam, piknik. Piknikezni fogunk. Szuper. Örülök, hogy itt vagyunk. Örülök, hogy megismertelek. Nagyon érdekel az előéleted is, az itteni előéleted, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog folytatódni. Szerintem a folytatás az izgalmas lesz. Én szeretném, ha mi összetudnánk játszani, és partnerek tudnánk lenni. Szóval, hogyha nem a randi, nem védettségről döntenek, akkor is fognak valamiről dönteni. Valami nagyon komoly dolgok, de mi a fenéről döntettek? Nem tudom. Tehát, minden esetre, ha nincs védettség, akkor azt tudjuk, hogy sajnos Ádám lesz az, aki... meglátogatja újra a barátnőjét. Aki haza látogat. És mert egyszerűen más lehetőség, akkor nincsen. Akkor nincsen, barátom. Szerintem nem sokan szeretnék bentartani Ádámot. Abból a szempontból érdemes olyan Ádámot bentartani, mert ő vezethető. Ellenben Gyulával meg lehet játszani. Ha van védettség, akkor öröm és boldogság. Mert akkor a tervünk, az ördögi tervünk kivitelezhetővé válik. Van itt olyan ember, akivel mostantól kezdve a játék végéig együtt tudnám működni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mielőtt én kiestem, én Bencével úgy gondoltam, hogy végig tudjuk vinni, és meg volt a bizalom. Mi alapján gondoltad ezt? Miért kapott tőled Bence bizalmat? Mert az első nap óta egyfel lettünk, és bíztunk egymásban. Mariannát nagyon-nagyon agyafúrt játékosnak tartom. Rettenetesen vág az esze. Nekem ez nagyon tetszik. És több mint valószínű, hogy nagyon sokáig el fog jutni. Azt látom, hogy nagyon bizalmatlan vagy. Mindent kicsit túl gondolsz, ami nem baj. Mert inkább gondolsz szerintem minden lehetőségre, mint hogy felkészületlen legyél. Ez jó is, meg rossz is. Ezt nagyon jó, hogy mondod, mert alapesetben így állok mindenhez az életben. Ebben jól fogsz tudni majd játszani, hogy félrevezesd a többieket. Úgy érzem, hogy Gyula őszintén beszél velem, főleg mikor ketten vagyunk, ez nem csak a randevú, hanem a hotelben is így van. Bízik bennem, ennek nagyon örülök, mert én nem szeretném, hogy ő hazamenjen. Tehát, hogy úgy gondolod, hogy Gyula jobban meg fog nyílni, hogyha bent marad? Hát szerinted, na most erre te is tudsz válaszolni, hogy szerinted jobban meg fog nyílni a Gyula, hogyha itt már szerintem mindenki jobban megnyílik utána, amikor már benn marad. Meg nagyon, ő azt gondolja most, hogy Gyula, hogy mindenki ellene van, meg ilyenek, tudod. Meg most neki is akarja, azt mondja, hogy most ő szívesen beszélgetne, mert minden, csak nem akarja, hogy úgy tűnő, hogy most ő nyol neked, tudod, egyből, hogy nehogy kiesd. Aha. Nem azért nem közelít, hanem azt mondja, hogy túl feltűnő, nem is tudom egy hozzá gyorsan, hogy jaj, válasz már engem, érted, most tényleg hülyén néz ki. De beszélgettetek már Gyulával? Aha, elég sokat, igen, egyébként. Mikor nem nehéz, legalábbis én úgy veszem észre, hogy ő kommunikatív van az emberek. Igen. Ja, meg tényleg jókat lehet vele beszélgetni, tehát ja. Nem unatkozom. Mondjuk meg kell várni a döntést, hogy egyáltalán most miről döntenek, mert akkor... Igen, nem mindegy. Szerintem mindenki átlátja, hogy a te új fiúkkal fogsz valaki összeállni, Hát nem, mert az a baj, tényleg olyanok vagyunk, mint házas pár, tehát ilyen baromságokon veszekszünk folyton, és tényleg így nem... Jó, de azért, amit múltkor is megkértelek, hogy tudod, amit mi beszélünk, az maradjon egymáshoz. Jó. Mondom, nem befolyásolok, azt választasz, hogy akarsz, csak elmondom az opciókat, hogy mi lenne jó neked, meg mi rossz, vagy abból a szempontból mi rossz, meg mi jó. El kell döntened, hogy melyik az erősebb. Nóri most nagyon nyerekbe érzi magát, nagyon tetszik neki a hiúságának, hogy két pasi úgymond rajong érte, meg
loholnak utána. Ebből a szempontból kicsit Nóri butuska, és tényleg ez alapján választ, akkor szerintem nagyon naív. Hogy látod itt a párokat, hogy beszéljük el, hogy kit látsz erősnek párban, meg akár külön-külön is, vagy gyengének, és miért? Hogy, hogy kíváncsi vagyok, hogy újként hogy látod a helyzetet. A Loki és a Nóri nem alkotnak olyan párt, akik a jövőben is együttműködnének, illetve együttműködhetnek, de nem feltétlenül párként. Én úgy érzem, hogy Nóri 20 feléd. Mennyire vagy biztos benne? Amit látok, és azért Nórinak a viselkedését nagyjából ismerem, és ő, akivel sokat beszélget. Van egy nagyon érdekes és kicsi egyszerűnek tűnő kérdésem. Szerinted befolyásolhatja a döntését az, hogy én nem dohányzom? Nem. Legalább egy 500-at meg most gyűjtsél, és akkor nem lesz Lopkozz, harag. Sziasztok! Szia! Hello! Szia, Maria! Szia, Kriszti! Minden rendben? Szia, Gyula! De még itt vagy köztünk? Még igen. Ide szeretnék feküdni melléd. Pont mellém? Hát szerinted ki mellé? De jót intéztem nektek. Kérsz? Mindent. Ez nagyon finom. Amikor a Krisztián megjelent és ezt mi észrevettük, akkor egyértelművé vált számunkra, hogy ki fog derülni, hogy mi a jutalmunk, a közös jutalmunk. Úgy tűnik, hogy lesz lehetőségetek most belenyúlni egy picit a játékba, jó? A borítékban elhoztam az Eden Hotel jelenlegi játékosainak az összes fotóját. Biztosan tudjuk, hogy holnap egy fiú fog kiesni a párválasztó ceremónián. Na elmondom akkor, hogy miről szól a kék pillangó küldetésetek, jó? Amit sikerült szépen összehoznatok és összeragasztanatok egymást. Azt még arról szól, ti vagytok azok a személyek, akik dönthettek arról, hogy a holnapi párválasztón melyik páros ne alkosson már egy párt. Ez egy jó. Hoppá. Tehát döntsétek el, hogy a négy pár közül ki az, aki nem állhat be egymás mögé. Itt hagylak benneteket, lesétálok az óceánpartra. A feladat pedig az, hogy kettő olyan párt választhatok, tehát nem kell fixen eldöntened, de legyen kettő olyan pár, aki közül később dönteni fogtok, hogy melyik pár nem alkothat holnap, a párválasztón már egy pár. Vissza fogok jönni, hamarosan érkezem. Oké. Okay. Na jó munkát nektek! De nincs védettség a Gyulának beáll mögém, repül a tudja nagyon jól, miért állna be mögém? Jó, de... Nem, ő honnan tudja nincs védettsége, lehet most kapják meg azt a védettséget. Csak így kimed a Grand Trail-t, kap egy védettséget. Megcsinálták a feladatot. És akkor Marianna is kap egy védettséget, hogy csak a Gyulahoz. Nem, szerintem közös döntés. Az lesz a döntés, ki kapja a védettséget. Jövő étre a Marianna, vagy mostanra a Gyula. Ennyi. Mert tegyük fel akkor, hogy Lokinak szerintem mindegy a játék szemben, mert érti, miről van szó. Őt meg tudjuk érteni Adrien mögé. És ennek ilyen Peti és Bence között kell választani. Igen. Te benn maradsz, Ádám benn marad. Őt nem látni, hogyha ha mennél, akkor én is megyek. Szerintem simán látom. Szerintem simán. Úgyis nem szeretkezik. Te is tudod. Te úgy sírni, hogy kell erre van szó. Nagyon, de... Szerinted minek maradnék itt? Gondolkozzál, mert te vagy az egyetlen, aki tartja bennem a lelket konkrétan, de tényleg. Nézzél meg körül, létszik, kivel vagyok itt jóban. Te elmennék vel, most viccen kívül. Mert ha te elmész, akkor nekem, nem tudom, tök nehéz lenne nélküled vagy. De nem azért, mert most szerelem, meg ilyenek, hanem mint így játékos társistok. Most kivel dumálnék, kivel lennék, kivel? Gyulára. Kivel? Éden Gyula. Kinek gondolnám el a bajaimat? Kivel kiabálnék, ki tudnék lazányról? Hát én nem fogok kertelni, én tényleg úgy érzem, hogy megszerettem nagyon a Patrikot, és azt érzem, hogy minden nappal egyre jobban. Úgyhogy én kimondhatom, hogy én lehetséges, hogy szerelmes vagyok. Adrián, úristen, de kiborító. Hát eléggé. Most is ez a pacával, vagy a Patrikkal, mindenen veszekednek, összevesznek. De már direkt felvesz magára az Adri, és már semmit nem tud jobbfán és viccesen kezelni. Semmit. Szerintem nagyon durranás lenne, mondjuk a szétszőnk abszolút, meg Bencét, mivel Bence a párról. Tehát Nezsire most nagyon sokan bent haragszunk, ki vannak akarva. Szerintem
kétszínű emberről van szó. Én gondolkodtam nagyon amúgy az Ádám kiejtésében is, tehát ezt mondtam neked. Igen, hogy... mondtam, de mondtam, hogy szerintem nem jó. Tehát ha kiejtetünk egy erős játékost, kettőjük, akkor ne az Ádámot ejtsük ki, mert szerintem nincs vele probléma. Jó, ezt így felfogtam, meg így egyetértek. Ha nincsen védettsége a Gyulának, akkor kb. Én azt mondom, hogy úgymond a... Vagy lehet, hogy még estére. És a... az Ádám harcolják le egymás között ezt a dolgot. Hogy a Nóri melyiket választott. És amúgy ezt mondtam Gyulának, hogy rajta múlik minden. Ha most igen. Oda megy a Nórihoz és beszélget vele, és neki... És mondta, hogy egy kicsit kapja a szemem. Jó, de azt mondta, hogy ő is miért, nem akarja azt, hogy... A Nórit, azt mondta, hogy nem, mondta meg, azt mondta, hogy... Úgy nem akarom most hirtelen lerohanni, mint az Ádám, mert elég feltűnő, hogy most hirtelen elkezdek nyolni. Aha. Jó, csak a hirtelen nyolásnak, ha nem nyol hirtelen, akkor holnap megy haza. Igen. Akkor ő... Szerinted Bencebe menne már imádni? Mivel, hogy ő hát volt a párom, és én kiálltam érte, és a videóban esetben. Is azt mondtam, hogy nekem Bence lesz a párom. Ha kétségbe lenne esve, szerinted bemenne mögém állni? Hogyha azt mondom, hogy én őt választom, bár kell mögém? Szerintem megkockáztatná. Mert próbáltunk úgy dönteni, hogy egy olyan párt szedjünk szét, akiről már szó volt, és a másik nagyon fontos szempont az volt, hogy Gyula mindenképp a játékban maradjon. Gyula, légyszer, csukd az ajtót. Hello! Mikor megjött Marianna és Gyula meg a Krisztián, akkor gondoltuk, hogy lesz valami. Tudtuk, hogy nem jót jelent ez, hogy sikerült teljesíteni a küldetésüket, és kíváncsiak vártuk, hogy mi lesz. Na hát, Marianna és Gyula egy romantikus randin vettek részt. Ne húzzam tovább az időt, így hát elmondom, hogy miről döntött Marianna és Gyula a piknik alkalmával. Itt van nálam két páros fotója. Marian és Gyula e közül a két páros közül fog választani, hogy ki az, aki a holnapi párválasztó ceremónián ebben a formában párként nem állhat. Én nem éreztem magam veszélyben, mert engem egyáltalán nem rázott volna meg, hogyha úgy döntenek, hogy a mi párunk nem állott egymás mögé, hiszen amúgy sem akartunk egymás mögé állni. Nézzük meg az első ilyen párost. Adrián és Patrik, mit szóltok hozzá? Mint gondoltuk, ez egyetem volt. Patrik, tehát akkor kimondhatjuk, hogy ebben a te veszélybe kerültél. Persze. Ezt tudtam el eddig is, amióta bejött, hogy olyan tudtam. Adrián, mit szólsz el? Kicsit csalódott vagyok. Gondoltam, hogy Marianna meghoz egy ilyen döntés. Én azt hittem, hogy jó viszonyt ápolunk, de úgy látszik nem. Adrián szerintem ilyen hirtelen lány, aki hirtelen indulatos, hirtelen hallgat emberekre. Ahelyett, hogy jól átgondolná, hogy csöndbe maradjon, vagy hogy döntsön. Megmutatom nektek ki a másik páros, jó? Beti. Snezsi és Bence. Úgy tűnt, mintha számítanátok erre, vagy számítottatok volna erre. Így van, számítottunk erre. Tudjuk is, hogy így. Én személy szerint akkor adok Mariannak és Gyulának egy kis időt még, hogy átgondoljátok, hogy melyik lesz fixen az a páros, aki holnap nem állhat. Így a párválasztó ceremónián. Nekem nincs több dolgom itt, magatokra hagylak benneteket. Egyszer csak jövök, amikor viszont megérkeztem, akkor pedig Mariannak és Gyulának meg kell hozni a végleges döntést, és holnap biztos, hogy valamelyik páros nem így fog a párválasztó ceremónián állni. Szia! Annyi szeretném mondani, hogy felfoghatjátok bántásnak is, felfoghatjátok egy lehetőségnek is, együtt is, akár külön-külön is. Kidöntítni kell, nekünk egy döntést kellett hozni közösen, és így döntöttünk. Kicsit ezt megbántam, hogy így azonnal idegből úgy szóltam a Mariannához, amit nem érdemelt volna meg. Csak ugye abban a pillanatban, amikor kimondja a nevemet és a Patrik nevét, nyilván az ember nem gondolkozik azon, hogy még majd választhat egy párt, aki ne álljon egymás mögé, hanem azonnal az emberbe ott van az, hogy mégis az én nevemet mondta ki, nem másét. Ha azt mondják, hogy én meg a Snezsi nem állok egymás mögé, akkor én beállok az Adrián mögé, Patrik meg a ezért mögé. Snezsi mögé. Ennyi, és visszacserélik majd. És visszacserélik a párja. Ennyi, akkor ez végül is így jó is. Hát jó, így van egy oldani. Így viszont bizonyította Gyula azt szerintem, hogy tényleg mellettünk van. Jó. Nem más páros volt azért, hanem ezért tényleg jó mondta Marianna, és szerintem Marianna se rosszból csinálta ezt. Persze. És emiatt
emiatt akkor így az jó is. Mert tudták nagyon jól, hogy, hogy mi, nekünk, és nekem meg szerintem is van, van helyünk, tudunk hova cserélni. Biztosan. Tény. Tény. És akkor vissza, meg tudjátok cserélni, az cső. Na jó, csak olyan mondom, felmegyek a szájomra a Patrikének is, hogy ne izguljanak itt túl jó. Semmit. Zsír. Az az. Peti és az én kapcsolatom nagyon jó. És valahogy mi vagyunk ketten, aki a két végletet összetartja. Tehát én a Patrik, Adrien, Snezsi hármas, ő pedig a Lokis részleget, és mi vagyunk a kapocs. Elmegmondta a Gyula nekem, én hogy a legjobban, ugye, azt mondta Gyula, hogy a legjobban a Bencéről bízik, és nagyon szereti, és ő, kérde, és ő őszinték az érzelmei felé, és megkérdezte tőlem, hogy a Paci szerinted bír engem, és hogy az Adrien benne lenne abban, hogy inkább ő maradjon már, mint az Ádám, úgyhogy nem rossz, hanem jobban lenni. És ő pont azt mondta, hogy nekünk nem akar rosszat. De mi a vélemény, akkor miért jó, nyilván ez most nem negatív, hogy szétszettek minket, több mindegy most kimögi állod, hogy ez volt a lényege most. Mit igen, mondjad, hogy ez volt a lényege? Hát ez volt a lényege, hogy mi tudják, hogy biztonságban maradunk ki, és majd visszacseréljük jövő héten. Érted? Remélem, hogy majd Bencével bebizonyítjuk jövő héten, meg Adriékkal, hogy sokkal erősebbek vagyunk, és megmutatjuk, hogy akkor is vissza fogjuk cserélni egymást. Nagyon rövid időm van, és nem tudom teljes mértékben átgondolni az itteni szálakat. És tehát kénytelen vagyok a közösség érdekeit szolgálni. De ez nem baj, érted, mert akkor... Ne úgy fogd fel a mondatom, nagyon hibás mondataim vannak mostanában. Voltak nagyon egyszerűnek tűnő lehetőségek, amiben téged is bele akartalak úgy vonni, hogy együtt legyünk, egy pár legyünk, de az most nem biztos, hogy működőképes lenne. Én később szeretnék a párod menni. A legdurvább az lenne, hogyha végigvinnénk a játékot. Két olyan ember, akiről senki nem gondolja. Hát róla nem gondolják. Jó, bácsán. Tehát én leszek itt a kaput tojást. Tehát két kaput tojásnak jóval nagyobb esélye van, mint bármilyen egoista pökhendi akárkinek. Gyula is szimpatikus, jókat tudunk beszélgetni. Bár nekem az nem tetszik benne, hogy nagyon rágörcsöl itt mindenre, nagyon feszült, túl komolyan beszél, és túl izgulja. Tehát én úgy gondolom, hogy azért nem szabad itt izgulni, meg görcsölni, mert többiek megérzik. Azt mondta a Krisztián, hogy keresed 24 órátok, lesz megoldani a helyzetet. De mindegy, igazából. De gyakorlatilag neki nem kell megoldani a helyzetet, hanem megvan oldva a helyzet, bárhol, tehát titeket is választanak, és nem álltok egymás mögé, akkor egyértelmű, hogy kihez fog állni a pacak. Beállal, és nezikhez, én meg beállok hozzá. Azt jövő héten visszacseréljük. Csak jó. Akkor, nekem ez így utána jó, megbízom benne. Egy csapatmunkát, egy ilyen szintű csapatmunkát, hogy amikor bejön egy új játékos, az lássa, hogy mi minden vagy erősek vagyunk. Igen, és nagyon együtt vagyunk. Ők is úgy, hogy együtt vagyunk. Igen. Ez egy fix társaság, ahol ha akar, be tud kerülni, de nem úgy, hogy minket célfogva. Igen. Mágod, de ezzel most nem kell izgulnunk, mert nem mi fogunk, nem, mi nem esünk ki. Jó, meg nyilván most mi ülünk, ugye a lányok tömögén beállsz, ő beáll a Snezsi mögé. Ezért Marcsival nem kell ez, ő nem rosszat akart, nincs, nem volt más lehetőség ezzel. Mert hogy belegondolom... Nem feltétlenül rossz, ez jó. Nem tudtam, hogy jó, hogy te tudsz hova cserélni, mert azt is én is tudok hova cserélni. Kapjuk össze magunkat, mintha élnénk. Fáradjunk. A nagyon kényelmes, megszokott kanapénkhoz. Marion, kérlek, állj ide mellém. Vágó hol van? Jövök. A Gyula. A gyágú. Éden Gyula. Jövök. Menjen. Én azt gondolom, hogy egyrészt letelt a gondolkodási időtök, ami Mariannak és Gyulának volt. Másrészt én is marra kíváncsi vagyok, de nem akartam várni holnapig, úgyhogy ezért jöttem most. És mint tudjátok, arról fogunk dönteni, vagy ők döntenek arról, hogy Adrien vagy Patrik, vagy Bence vagy Snezsi párját bontják meg a holnapi párválaszt előtt. Most akkor, mint Gyula, nagy szószónok, szerintem te, legyél most te az a bátor férfi, aki ki fogja mondani annak a párosnak, a két tagjának a nevét,
aki innentől kezdve, hogy a Gyula kimondja, nem alkot egy párt a holnapi párválasztó ceremónia alkalmával. Ez egy nagyon-nagyon erős feladat volt számomra, számunkra. Amiatt választom őket, mert ha most okosan gondolkodnak és jól választanak, akkor van esélyünk folytatni a játékot. Bence és Snezi. Ettől a pillanattól kezdve Snezi és Bence nem alkothat egy pár a holnapi párválasztó ceremónián. Én azt gondoltam, hogy Patikékat fogják választani, már csak azért is, hogy Marianban volt ennyi, hogy a Bence csak a volt párja, nem fog minket veszélyeztetni. Hát akkor ebben a tudatban, hogy Bence és Snezi nem alkot holnap a párválasztón egy párt, nem választhatják egymást, ebben a tudatban akkor jó szórakozást nektek az utolsó estéhez, a párválasztó előtt, holnap találkozunk. Oké? Sziasztok! Sziasztok! Nem tudom, hogy Snezsék mennyire érzik veszélybe magukat. Biztos, mivel ők ezt szedtük szét, biztos, hogy megijedtek egy kicsit, de szerintem annyira nem érzik magukat veszélybe, mert azt hiszik, hogy nekik van a legjobb taktikájuk. Én pont két hete gondolkoztam ezen el, és beszéltem most már melyik lányra, hogy volt egy ilyen kijelentés, hogy tudod, hogy Patrikkal akarja végigvinni, még annó emlékszel. Ezt most tudod, hogy elmenni, lehet, hogy akarja, vagy kiérti, hogy ti ne legyetek erősek. Azért gondold át, hogy belemész a bárcsőbe, mert ti most már nem vagytok veszélyben. Igen, tudom. De majd nem cseréled el a Patrikot, akkor biztosan mellettek marad. Nem tudom, csak egy probléma van, hogy a Patrik meg, tudod, hogy... Te vagy a legutóbb is, nem tudom, mert a Nisztorit hallotta, de hogy de ott is azt akart, és hogy megint én mondtam azt, hogy nem. Akkor mondd meg te, hogy nem akarod elveszni. Te érzed, most ha megbíz annyira a Snezsivel, vagy elveszében, hogy cseréljetek mert akkor azt mondom, az tök jó. Csak a Snezsi gondolva is veled is milyen ellenséges volt. Igen, tudom. Ezt kell átrágni, és már csak egy napunk van. Nem, csak nem ráruld el magad, de neki, hogy most nem bízol abban. De, hogy így. És gondold végig. Igen, igen. Na, de szerintem neki sosem mondok semmit. Szólnod, hogy én mindent így Patrikkal szoktam megtárgyalni. Azt hittem, mi lesz munkam, úgy nézett rám, hogy Gyula van, és akkor már mosolyt, hogy így ültem így. Oké, jó. Marianával volt egy beszélgetésünk, és annyit mondott nekem Marian, hogy arra nagyon figyeljek oda, hogy Snezsi az tényleg bármire képes. Csak azt utálom, hogy tudod, hogy mi van, amit általában a Snezsi sokkal nagyobb hangú, mint én. Nem tudom, hogy azt látod-e. Ez hát most mindenki látja, csak ne hagyj magad, vagy és gondolod, hogy neked milyen jó. Jó, persze. Mert nem tudom, lehet, hogy a Snezsi milyen, meg mindenkit, hogy beállóz meg. Mégis csak kihez mindig valakit. Ja, azért is van, hogy vigyázzál. Izé volt, hogy azonnal így kitölt. Nem baj, hogy azt látják, hogy most izéva vagyunk. Jó. Nem baj, csak azon a figyeld. Jó, most nem is olyanak meg a kanál. Köszönöm. Nem tudom, hogy a Bencék észrevették-e már, hogy Adrián csak addig sír, csak addig kampánya, amíg veszélyben van, utána már senki nem érdekli őket. Én ezt nem értem, azért én kicsit tökösebb gyereknek gondoltam őt. Hát, de most azért csak úgy tudjuk megnyegíteni, hogy akkor a Bence megy. Hát csak úgy. Úgyhogy van egy Milán kettőnk, és lesz és nezink, reméljük, hogy te párodként. Így van. A Bencét beállítod a baromi mögé? Uh-huh. Be tudod állítani a baromi mögé? Hát figyelj, meg fogom mondani a Snezsinek is, meg a Bencenek is, hogy figyeljetek, az Adri-Patrikot nem szabad veszélybe sodorni, mert kiszámíthatatlanok, mert a szerelem megrészegítette őket. Itt egy páros van, akikben ők bízhatnak, és akik józanul gondolkodnak, az a Barbie meg én. Ezt kell nekik mondani. És akkor azt mondjuk, hogy gyerekek, mi Barbie-val nem akarjuk azt, hogy hogy Adriékat szétszedjétek, Barbie úgyis szimpatizál azért valamennyire Bencével, Snezsivel mi is jól kijövünk, és Snezsi bízhat bennem, mert nem akarok neki rosszat. És ennyi. Ezzel Bence kiesik a játékból, és az egészben a legcsúnyább, hogy elvileg a kígyónak először a fejét kéne levágni, ahhoz, hogy megsemmisüljön, csak éppen az a probléma, hogy a kígyónak nem tudjuk levágni a fejét, mert jelen pillanatban csak a test az, ami kirakható a játékból.
elmondta nekem, ha most gondolja, párcsait akarunk, de azt mondta, hogy szerinte az képes lenne lehet a Snezsi arra, hogy párcsere, és utána mondjuk beállítja maga mögé az Ádámot, és mondjuk téged ki, mert most mi jelentünk veszélyt a számukra. És mondtam, hogy nagyobb hangú a Snezsi, mint én, ezt te is nagyon tudod, úgyhogy általában mindig ő hozza meg a döntést, és el annyit mondott, hogy Adri, nő vagy. Te vagy a nő, és lehet döntési jogod. És hogyha most te elveszíted a Patrikot, akkor honnan tudod, hogy lehet azt mondja, hogy nem akarom visszaadni neked a Patrikot, és mondjuk bejön egy csaj, és akkor mondjuk ő elkezd furkálódni, aztán vagy én megyek, vagy téged. Ti most válaszol. Most két olyan ember van a Bence és Nezi személyében, akitől nem tartok, meg a bizalmasaim valamilyen szinten, de mégis én inkább az Adrián mellett szeretnék maradni, nehogy itt valami tényleg olyan háttér történések legyenek, amiből én akár rosszul jöhetek ki. Tudom, mit, Patrik, mondok valamit neked, hallod, csináld azt, most rád bízom magam, hozd meg te a döntést, jó? Én engem nem érek el már. Igen, én úgy gondolom, hogy Patrik felfogta és egyetértett velem. Egyre jobban egyetértünk dolgom, én úgy veszem észre. Jó, hogy ott vagytok. Szevasz, Patrika. Semmi. Hát most morfondíroznom kell nagyon, mert... Párcserény? Hát igen. Hogy lehetne kihozni a legjobban, mert veszélyben vagyunk így Adrival. Nem szabad párcserélnetek, ez az egyetlen megoldás. Szerintem is egyet. De a Bence-től nem akarok ki. Most hogy lehetne bent tartani? Nóri segítségül venni? Nem, a Nórit nem kell segítségül venni. A Nóri az nagyon szar pár lenne szerintem a Bencének, mert a Nóri... De fiú fog kiesni mindenképp. Fiú fog kiesni, de zseniális. A Papika pont most vázolt fel egy tervet. Arra gondoltam, hogy titeket nem szabad szétszedni, mert... Szerintem addig van olyan rosszanékony, de már most is, hogy nem fogja kibírni azt, hogyha ti külön vagytok, és bejön ide valaki, és egyből észre fogja venni Adrinak ezt a gyengeséget. Mm. Ott van a Nóri, én nem bíznék benne. Nóriban nem lehet megbízni, ezért akarom lecserélni, mert kezd szó szerint megbolondulni. Ha Mariannához áll a Bence, meg a Loki is, Marianna egyértelműen Lokit fogja választani. Mm. Vagy ha a Bencét választja, akkor meg én megyek a... Nem. De szerintem egyértelmű. Azt kell csinálni, hogy a... Nóri mögé fog szerintem az Ádám is állni, meg a Gyula is. Uh-huh. Ők ott leharcolják egymás között, hogy mi a van, és a Snezsi mögé beállok én, a Bence meg a Barbi mögé. Ezt ahogy azt mondjátok, hogy csináljuk így, akkor így, ha nem csináljuk mi, akkor mi így. Snezsi szerintem megbízik bennem, uh-huh. Én megbízom a Barbiban, Barbiban szerintem a Bence is megbízik, Bence is a, vagy a Barbi is a Bencébe, hisz ők már voltak egy pár, uh-huh. Tehát, hogy ők tudják, hogy ez milyen, most a Snezsivel nekem nincsen semmi olyan probléma, amiből így gáz lehetne. Igen. Adri és Patrik válláról le kell venni ezt a terhet, és rátenni másnak a vállára, mégpedig Barbaráira és az enyémre, és Barbara kezében lesz a döntés, hogy Ádámot vagy Bencét választja, és hát sajnos Barbara Ádámot fogja választani. Most kicsit a szerettem volna, hogyha mögé tudnék beállni. Jó lett volna, hogyha mi egy pár lennénk, de hogy lehet, hogy nem úgy lesz. Hát én nem vetném el ezt az ötletet. Én nem vettem el ezt az ötletet még. Nem, még én sem. Én mondom, én azt szeretném a legjobban. Ja. De egyről, amit nagyon-nagyon biztosan tudok, és azt, hogy én téged nem foglak kiejteni, nem akarlak minden kiejteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt ugye elmondhatom. Csak szeretném, hogy tudd, hogy nem fogsz általam kiesni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerintem a párcserével jobb csináltok, hogyha Adrit és Patrikot belekeverjük. Egymással. Mert az Adri... Nem bírják elviselni egymás hiányát. Az Adri nem fogja elviselni. Bele fog őrülni. Az senkinek nem kell, hogy Patrik elveszítse. Meg megkaptam most már a Patrikkal, mi meg mi párok vagyunk. Mi párok vagyunk eredetileg, de most már a Patrik, hogy bejön az új ember, mi jönne neki, oké, ez meg eddig oké. Csak nekem volt egy hülye gondolatmenetem, amit most nagyon hát, de mondjad, mi az a gondolatmenet? Hát mikor visszajöttem, akkor elég bizalmatlan volt vele mindenki, ezzel a beászkodival kapcsolatban, főleg te is. Igen. Úgyhogy nem vagyok olyan biztos ebben, hogy most ez úgy van, hogy mondjátok. Hm. Hát, hogy most engem választanál. Hát, de ki a Barbi mégis oda elmegy. De mi ülünk. Hát, de ti ültök. Akkor jó. Akkor meg máshogy. Hát, de könyörgöm, te nem tudsz kiesni. Jó, akkor tegyük fel, én választok, jó.
Hát de mi? Te tudsz engem kérteni. De én meg beszéltem magának, már olyan dolgokban beszéltem. De most miről beszélt? Elharaptam a számot miattad. Most komolyan? Nem tudom most akkor. Az alsó szempillájáról beszél. Na most komolyan, Snezsi? Szerintem Snezsi egy skizofrén ember, akinek nem kettő, hanem olyan 15 személyisége van. Nagyon empatikus, nagyon érzékeny, de mellette pedig bárkit bármikor hátba támadna azért, hogy ő a 20 milliót nyerje meg, és nem a 10 milliót. Fogárkodtam, menj innen! Ma is tanultam valamit. Jó van, csak ez van két napja, mindenki engem támad, a Pandora is mindenki tíz ember engem támad. Mondj nekem egy észszerű érvet, amiért a Marianna azok után, ami itt történt, és visszajött a fizetett szabadságáról, azok után mondd meg, hogy miért választaná a Marianna a Bencét. Ezért? Hát ezért nem. Mondj el nekem egy okot. Akkor nem a Maria. Akkor ki? A Nóri? Akkor válaszol mást a Maria, nem téged, mert te nem vagy benne. De akkor kit fog választani? Mm-hmm. És a Loki hova fog állni, hogyha én is odállok? Hárman nem fogunk ott állni. Maximum ketten fogunk ott állni. Hát azért mondom, hogy nem neked kell ezt megcsinálni. Nem az a baj, hogy a Loki most jelenleg két hétre tud állni, az a Nóri és a Marianna. És egyik sem fogja Lokit haza küldeni, bárki az a harmadik vagy második. Így van. Ezért semmelyikünk. A Nóri tartozik úgymond a Lokinak. Tehát oda én azt állhatok, de állhat bárki. Mindegy. Mivel tartozik, hogy múltkor megmondta, hogy a Gergő dobta a labdát. Az egy dolog. És elzsírta magát, és csalódott benne. De nézd már meg, hogy mi történt az előző párválasztó ceremónián. Ott állt Nóri, ott állt Melanie. Kit küldött haza Loki? A Melanit. Jön Nóri Melaninak? Vagy hát jön jó, Nóri Lokinak? Jön, persze. Jön Nóri Lokinak? Hát úgy persze, hogy jön. Én azt gondolom, hogy Snezsivel jelenleg jó a kapcsolatunk, de hát tudjuk nagyon jó, mennyire hirtelen és makacs nőszemély, úgyhogy ez bármikor változhat percről percre, rajta nem lehet igazodni. De ez benne a szép, ezért kell vele együtt játszani, mert legalább izgalmas. Legalább mindig benne van, hogy kiesek jövő héten. Nem bízom el magam. Ez jó. Mentek fürdeni? Én meg tök jót medencéztem, ja. Fürdeni, és megyek füredni. Ennyit mondod, egy évig. Mielőtt vége valaki meg. Lehet, hogy két évig volt. Hát jó most, mert nem tudtad, mit jelent, hogy... Mit jelent? Azt megkérdődött, hogy az minden csak... Én jelenteket nem csináltam, így azonnal. Meg vízi szemüvegeztünk. Ja, igen. Vízi szemüveg. Hát a ruhás szemüveget használod, vettük. Érdekes dolgokat láttam. Csámcsó. Az nem csámcsó, barátom. Ez olyan feszes, mint a béka valaga. Micsoda? Mint a béka valaga. De ezt szokták mondani, olyan feszes, mint a béka. Mi? Mit? Semmi, semmi, menjünk csak előre. Tudjuk meg én. Látom. Közelről. Gyere már! Loki Mariannába kezd belehabarodni, az rosszat tesz a játéknak is, neki is, úgyhogy ez nagyon veszélyes lehet. Mariannával mire? Ezt neked nem mutogatta magát így. Hát ez egy dolog, hogy neked nem mutogatta magát, de így ismertétük meg. Nem. De miért jelentik be mindig, hogy elmeleg zuhanyoz, ez kamu? Nem, ők tényleg zuhanyoznak. De azt hát igen. Kiderül, mi az a nyakamban, hogy benézünk itt a képnek az éjjel? Jössz oda? Hát ez nem a nyakadban, hát ezt lehet látni. Egy oldalú törpe. De múltkor is csak kitalálták, nem? Nem. Frankum ezt a nyőzvanyoznak. Ne. De. Engem sűrűgen, vegyél fel, hogy... Ez komoly. Persze. Várunk egy két percet, azt mondjuk. Ezt így négyes lesés. Egy-két percet. Mit? Egy-két percet. Szóval visszatérve. Igen. Most szeretném, de ezek után, amit itt láttunk. Én hogy állnék? Marianna, odaállna Luffy, Bence, odaállna Marianna megint. Ki a választana Marianna? Mesztelenül zuhajoznak együtt. Jó, de ez kamu, mindenkinek játszak, nem? Nem tudom.
Nem volt feltűnő, hogy lejöttek most ők szólni mindenkinek, hogy elmennénk zuhanyozni. Nem, mert csak így értek, hogy teljesen mondom, mert a képbe zuhanyozni, benéztek ide. Én attól tartok, hogy Gyulával gondok lesznek. Lehetséges, hogy az egész tervünket úgy, ahogy van, ki kéne dobni a kukába, mert én már gondoltam arra is, hogy mert és Barbie nem fog tudni. Hát ezt a döntést nem tudjuk ráhelyezni, mert egyszerűen nem lesz képes arra lelkileg, hogy elviselje azt a terhet, hogy neki kell választani a Bence és Ádám között, ezzel valakit kiejt. A Nórinak azt mondjuk, hogy válasszál egy ember, és megmondjuk az Ádámnak, hogy figyelj Ádám, te benn maradsz, Nóri lesz a párod. És az Ádám meg van vásárolva. Így van. A Nóri megvan, a Gyula megy, a Barbie megvan, te velünk vagy, a Marianna velünk van, én veletek vagyok. Tehát akkor megvan a kiesünk, és megvan a terv. Gyula, milyen érzés volt mások sorsáról dönteni, döntést hozni? Élveztem. A következő adásban kiderül, melyik fiú nem folytathatja a játékot a párválasztó ceremónia után. Csapjunk bele a 7. párválasztó ceremóniába.